Sziasztok! Az idősebbek számára bizonyára még ismerős lehet a képernyő látható játék. A fiatalabbaknak mondanám, hogy volt annak idején ilyen Transport Tycoon Deluxe, illetve az első a sima Transport Tycoon, ami egy kellemes kis játék volt, ami hetekre oda tudta az embert szögezni a monitor elé, és nagyszerű időtöltést nyújtott. Na most ennek a mai változatával fogunk megismerkedni, tartsatok velem! Szóval itt látható az OpenTTD 1.6-os változata, ez egy nyílt Open, tehát nyílt forráskódú, ingyenesen letölthető, Linuxra, Macintosra, illetve Windowsra is. Hogy is néz ki a játék? Hát ugye láthatjuk itt most ez az alapbeállítás, ez nagyjából hasonlít a klasszikusra. Aki nem tudná mi ez, annak mondom, mert lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű, ez tulajdonképpen egy közlekedési vállalatot kell menedzselnünk, illetve felépítenünk a semmiből. De először is nézzünk be egy kicsit a beállításokban, itt van egy-két érdekesség a régihez képest. Ez nem is a beállítások, de akkor kezdjük azzal, ha már azt mondtam. Hát ez így jó lesz, minden hónapban mentsen, oké, magyarul. Hát a pénz nem az, mint legyen mondjuk, legyen euró. Van euró? Van, jó, akkor euró lesz. Jó, ugye itt láthatjuk, hogy grafikus alapcsomag, hang alapcsomag, zené alapcsomag. Ezeket alapból Windows-on leszedi, Linux-on ezt külön le kell szedni. Hát itt a zene meg a hangeffektek az jó lesz így, viszont a grafikus alapcsomag az egy érdekesebb pont. Ugye most az OpenGFX van, amit láthattok. Ez ugye próbálja visszaadni az eredeti játék feelingét, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, de hát én azt mondom, hogy körülbelül ugyanígy nézett ki. Viszont, hát mondjuk oda, hogy letöltetik a hatalmak, akkor mindjárt láthatjuk, hogy van itt egy-két dolog. Típusként rendezzük. Ugye a grafikus alapcsomag több is van. Van ez a ZBase, 263 mega, Night GFX, ABase. Hát itt igazából, már nézzél, 32 DPT, az is. Nem tudom igazából, melyik jobb vagy rosszabb. 5588, ez szimpatikus, töltsük le. Van ilyenkor, igen, kijelöljük. Letöltés. Itt már lehet, hogy megvárunk picit a videót, bár elég jó szedi. Tulajdonképpen ennek az itt a lényege, Linuxon már kipróbáltam. Most Windowson mutatom nektek, hogy szűrőjön a történet. Kicsit más kinézetet tudunk adni a játéknak ezekkel a csomagokkal. Na, mindjárt lenni is van, mert nem kell ezt vagdosni. Na jó, tehát le is töltődött. Most nem tudom, mi zárja be, mert én még szerettem volna böngészni. Hát az OpenGFX az 3 MB, ez meg 270 volt, szóval reméljük akkor, hogy valami nagyobb változást fogunk látni. Mindjárt bemegyünk, átállítjuk az ZBase-re. Igen. Jó, oké. Na, láthatjuk, hogy tehát is változott a történet. Hát nem tudom. Igazából nekem a klasszikus jobban tetszett, de még megnézzük a másikat is, az ABase-t. Aha, ez a klasszik megoldás, hogy nem lehet itt multitaskingolni, mert gondoltam, hogy megmutatom, mit vannak még. Egyébként rengeteg pálya van hozzá, a scriptek, hát ezzel is el lehet tölteni egy fél életet, mire az ember végignézegeti. Na jó, akkor nézzük meg ezt az ABase-t, ez mit tud. Oké. Hát basszus, látok különbséget, mert én nem. Jó, oké. Hát akkor régi feeling kedvéért maradjunk az eredetinél. Azért ez így, na most kicsit bebugolt itt a fekete dolgokkal, letakarítjuk a jó kis azért. Retro korszakbeli megoldással. No, hát akkor csapjunk bele, nézzünk meg egy új pályát. Ugye tudjunk, mint a régi van ez a játékvilág. Szubtrópus, tél, ez egy szubarktikus. Hát lenne mérsékelt, az megfelel. Oké, generál.
Nagyszerű, meg is van a pályánk, így néz ki. És akkor itt hát egy különböző dolgokat kell szállítmányoznunk, szenet, erdőből, fát, utasokat, levelet, stb. De először is adjunk nevet itt a cégnek. Mondom, adjunk nevet, mi van? Itt a parasztnál kell, jó. Ó, de jól nézek ki, gyerekek. P.A. Adams. Mert nem ez vagyok, bocsi. Hogy kell ezt így elnök neve? Ó, de jó. Slidix lesz a neve. Oké. Na, Slidix Transport, nagyon ott is megjelent, nagyon jók vagyunk. De valami arcot válasszunk már, ez így nem annyira adja be. Mennyi hajam nincs, hát ennél több van. Jó, ennél is. Igen. Hát nem lesz olyan jó képű gyerek, mint én vagyok, úgy látom. Hát minden gyerekek, ez lesz, napszínűleg az legalább ilyen. Hajam az nincs, de nem baj. 2 euró a vállalat értéke, fú, de kemény. 200 000, már nincs is 200 000, hogy a pénz, gyerekek, csináljunk valamit, mert le fogunk itt csórósodni. Ez a zene megőri, kicsit lejjebb vesszük, szuper. No, oké. És akkor a régivel úgy volt, hogy itt volt egy menü, ahol meg lehet nézni az állami támogatásra kiírt fuvarokat, ami azért jó, mert mint a mai világban is láthatjátok, lókas se csinál és kurvasokat keres. Itt van itt támogatások megjelenítése, nincsenek támogatások. Egyébként itt fogja majd kiírni, hogy mondjuk támogatják, most mondok egy példát, a Branding Hell és mi ez, Manford közötti mondjuk személyszállítást, akkor hogy azt kiépítjük azt a vonalat, és akkor többszörösét keressük annak, mint piaci alapokon tehetnénk ezt, szóval a mutyi az itt is működik, nagyon faszául. Na jó, most csak ironizálok, nem kell nagyon komolyan venni, alapvetően nem lehet negatív, de a poén kedvére elment. Hát akkor jó, addig, amíg nem lesz támogatás, elvileg azt majd a hírekben jelzi. Addig csináljunk valamit, hát nem tudom. Igazából én buszokkal sose szerettem manipulálni ebbe a játékba, úgyhogy most sem fogok. Csapjunk bele egyből, lecsóval legyen vonat. Vagy csak kicsit bénázok, de mondjuk már rohadtul nem emlékszem, hogy hogy kellett ezt csinálni. Igen, itt volt a sín. Ah, oké. Itt van a vasútállomás, ugye meg lehet, hogy hány izé legyen. Vágányok hossza, hát most lesz, egy vágányos lesz, és akkor legyen mint egy négyes hosszúságú. Mennyi volt? 3000 euró? Hát ez teljesen korrekt, gyerekek. Jó, akkor tegyünk ide is egyet. Ide. Oké, hát így még szopás lesz itt a vízzel. Nem tudom, láttam, hogy mi a sín, de sanszos, hogy nem. Igen, hát szuper jó helyre raktam. Volt ilyen talajfeltöltő a régibe. Nem használ ki. Jövünk innen, mit szóltok? Így se jó, mert meg izé van, meredély. Na most oda tette egyet, hát nagyon szuper. Nem baj, felszedjük. 106 euróért visszaszedtük, elvittük a mélytelepre. No, mit bénázok, hol van az izé? Hát gyerekek, semmit nem találok. Régen ebbe volt benne a teleplenülés is. Alagút van, izé. Mi ez? Ez nem kell, sárgatapítása. Jelzőlámpák, vasúti jármű. Bakker. Na jó, szedjük vissza ezt is, mert elmúlt az életemnél, megtalálom. Hova tegyük már ezt a szerencsétlent? Akkor tegyük ide. Ide se jó, de... Hol van repülőtér? Tájrendező, na ez is külön van. Nem tudom, hogy ez melyikben volt. De most akkor szuper, legalább már duplán költünk. Jó magyar módra. Tudod, ez a mély nem magyarok csinálják a Mars bázist. Hát az elég szopás, mikor odaérnek ezt fél éves úttal, aztán rájönnek, hogy vissza kell ugrani a praktikerbe, mert ott hagyták a feleszerszámot. Na most én is így nyom, nehogy már gondoljuk, mert még a végén túl jó lesz. Oké, megvan a sínünk, nagyszerű, össze van kötve a két település, és akkor tegyünk még ide egy ilyen vasúti témát. Ezzel lehet egyébként taktikázni, amikor időre megy a támogatott meló, és meg hogy honnan hova kell, akkor azt közel tesz, nyilván ahonnan indulni kell. A zene még továbbra is megőrít, úgyhogy
vesszük, szuper. Hát így már lassan nem kapok agyvérzést. Oké, szóval adjunk neki egy jó kis passzal vonatot. Ugye láthatjuk, 1950 van, május 17-e, úgyhogy még nem szuper járműveink vannak. De az euró már létezik 1950-ben, pedig nem a figyelmet. Szóval, mi van? Hát nem tudom, mennyi ez, 40 000, 30 000. Hát azért nem olyan szart, hogy már gyalog gyorsabban átérnek szerencsétlenek. Jó, itt a vonat. És akkor tegyünk bele egy személy vagont. Itt 1, 2, 3-at, meg legyen egy leveles. Mondjuk meg sem néztem, hogy fogad a leveleket az állomás. Annyi, utas levél, szuper. És itt. Hú, még az árut is fogad. Na szóval, mert ugye ha az nem fogadja, akkor jába rakok a leves kocsit. Oké, és akkor ilyenkor mi van? Igen, be kell tájtani, hogy hol menjen, hogy szerencsétlen. Amikor egy sín van, vagy nincs elágazás, akkor megy ilyen nappal, de azért be szoktam állítani. Itt van utasítások. Új cél. Ide. Aztán ide. És akkor ezt, amíg ezt adjad neki, el is indul. Szuper, jó. Vidáman fütyül, ahogy kihajt a 6 méter hosszú bódéból, vagy 80 méter hosszú vonat. Mi? Hát a föld alatt folytatódik, hívjuk azt. Oké, megérkezett, hogy volt ott valaki? Nem. Nagyon jó lakosság ünnepel, de nem tudom miért, mikor senki nem volt a vasútállomáson. Nézzük a másikat. Ott sincs senki, mert a régében itt mutatta, hogy itt tudom én, 10 ember várakozik. Hát így ez elég ráfizetéses lesz ez a téma. És már 100 000 eurót eltapsoltunk, azt a mindenit. Nagy a lóvé rendesen. Kurvára megy a pénz, mondta anyám és apám, csak más hangsúlyjal. Oké, nagyon fajn, megjött. Hát igen, egy rohadt forintot nem kaptunk. Nemhogy eurót. Hát ez így nem lesz jó. Adjanak már támogatást, hello. Nézzük folyamatosan. Már van. Na ott a biznisz, miért nem írta ki? Menjünk oda, de nem fogunk tudni kiépíteni ilyen gyorsan, szerintem. Methem Farm, és tudom, hol van az ugye? Trumingbury, vagy mi a franc? Igen. Jó, mindegy, a farmhoz letesszük, ez egy taktika, letesszük a... Csak tudni kell, merre kell menni, mert kiírtam a farm területét, akkor még drágább lesz az izé. Hol van ez a Trumingbury? Hol? Ez az-e? Ó, a rohadt jó, de ez az acélöntő, minek ide lekészül. Hogy van már? Mennyire kell csinálni 50 júniusig? Hát egy évet, év alatt, mint csak lesz oda. Na igen, itt van Turningbury, és akkor mi ide, vagy hova? Most gyerekek, de már nem annyira. Vagy ez az, nem? Ez az nagyon jó. Oda kell hozni, innen. Mert fel, mint falam. Ó, már két biznisz van, nyomjuk gyerekek már. A személyszállításom az szart nem ér. Szóval az a taktika, hogy ide már előre letesszük az állomást, hogy hagyj gyűjtse a témát. Onnan kell adni, hogy Methel. És akkor ide. Turningbury erdő, nagyon jó. Húzzad neki a sínt, nem úgy. Egyenesen lehetően. Jó, nem látom, hogy jó, de hívjuk azt. Jó, nem jó. Igen, útba van az erő. Szuper. Amúgy az irányítás rohadt szar, legalábbis így a mai játékokhoz képest szokatlannak mondanám. De magam már megint, de az a jó, hogy nem lehet forgatni, szóval le kell robbantani a fél erdőt, hogy lássam, mi a franc van. Amúgy nem is volt semmi probléma, szóval. Nem igazán értem a gondot. Mennyi pénzük van még? 67 000. Jóval nem baj, ez zsíros meló lesz. Le van bótolva. Na. Igen, ide kell nekünk egy vonat. Hát most akkor szarabbat vegyünk, mert szerintem az előbb is az vitte el a pénzt. 45 000 volt. Igen, nem lehet áthozni, azt hiszem, legalábbis a légből nem lehet áthozni a járművet, úgyhogy hiába vagyunk üresen. Maximum eladni tudom, talán annyi, úgyhogy vagy egy töredékért. Jó legyen ez, igen, és akkor mit viszünk? Búzát. Akkor búza vagon kell. Gabona, az jó lesz? Aha, oké, okay. Gabona szájtó, tudom én, 5-öt rakjunk rá, az hagyj menjen valaki. Go, go, go! Hol megyünk? Innen megyünk oda. Ide.
aztán meg oda. Mi az, hogy végén? Végén. Nem, szerintem is kiírt nem figyeltem, mindegy, jól jön neki. Van-e már valami? De itt sincs semmi, de akkor nem értem. Mi az, hogy várakozik, hogy... Nem értem, mik ezek? Ez régiben nem volt ilyen. Mert most egy gram búzát nem rakott, na most már van. Most először bement, most már ott van, hogy 6 tonna búza van. Jó, csak a következő kanyarba. Jó lesz, vagy vonatot megfordítjuk. A céllistát, ezt kihagyjuk, és akkor így. Szedjük már föl, ne üresen mászkáljunk. Hú, valahol nagyon fülészenek, ja itt még, aha. Itt a Warcraftos emberkék, a Warcraft 2-ből hazajátszottok, azok hordják ide. Yes, my lord, Sisyphát. Na, toljad neki, meg kell néznünk a bizniszt. Ott mi van az a pukli? Elég a jó sinon. Olaj, azt hiszem, eddig kell, nem fér ki. Na, pörög a biznisz. Mennyit fogunk kapni ezért a pár tonnáért, nem tudom. Nem látom, hamar le fogunk csórósodni így. Hát ezt a kukrit le kellett valami gyalulni. Na mennyit kaptunk? 3500 euró. Hát igen, ez így elég sokáig fog tartani. De legalább támogatást kaptam itt van, mi? Szuper, jó, hát igen, az elsőt nem kellett volna megépíteni, mert... Azt csak, igen, azért csináltam meg egyébként, mert a régiben úgy volt, hogy 2-3 évig kellett játszani, már itt lesz a játékidőbe. Addig, amíg először lettek támogatott munkák. Mert egyébként azt van értelme, hogy sem támogatottat, mert az... Ugye profitot hozna állami támogatás jár utána, hogy megvalósít ezt a vonalt. Na mindegy, hát veszünk fel hitelt, azt hiszem, hogy lehet, ha itt van, kölcsönkér. De az jó, az érdbe is így működni, csak így megnyomod, hogy kölcsönkére 20 ezer, azt jó napot. Hát van ilyen, csak ott a veséidet is elviszik utána. Ha véletlenül nem jól jön össze a biznisz. Na, oké, hát akkor nézzük meg a következőt, mi az olaj. Meg mi van még? Na most már van benne búza, már csak utolsó vagon üres. Vasérc bánya, menjünk inkább oda, olajat nem szeretem. Vasérc bánya, igen. Menjünk ide. És akkor hova kell vinni? Pamphingford. Hol van az Pamphingford? Nem valahol messze a francba. Á, itt van Pamphingford, és akkor... Ez az olajkút. Acélöntő, hol a francba van itt acélöntő? Már most egy darabot nem látni. Így, ezt ilyen durva is van? No, igen, acél, hát mindegy, segíts. Igen, onnan, ide. Hol, hova? Ide. Ez az. Szuper jó, ezeket bezárjuk. Csak összezavar. Oké, mindegy. Duplát kellett volna építeni, mert ide azt hiszem, hogy szenet is kell hozni. Nem, utast. Mindegy, melósokat. Hát akkor húzzuk. Húzzuk neki. Már fog fogyni. Ó, már 48 ezernek megint. Jó, nagyon mehet búz a biznisz. Na, de elfogyott, szuper. Na, mi van? Na, menjünk. Oké. Hát igen, rohadt szar, és csak 600 ezer eurót kaphatok. Még az se rossz. Nem baj, húzzuk neki mindjárt. Jó lesz. Úgy van az olaj. Ezért kéne úgy csinálni, hogy most azért viszonylag kapkodok, mert nagyon unalmas a téma. Úgyhogy át lehetne gondolni, majd ide is kell ugye új vágány, akkor már úgy lehetne megépíteni, stb. De hát... Jó, idáig én még felnélem, hogy akkor le tudom menni. Szuper. Aj, megint a víz. És megint ott vagyunk, hogy nehogy jól jön. Mindig ide, elég. Nem tudunk ide tenni, miért? De vagy ezt külön kell. Jó, megyünk ide egy hidat. Olyan mindegy.
250-es át lehet menni, hát. De jó, amúgy már 60 meg a 250 között semmi átmenet. És akkor lejön a 200 akárnél. A zenék amúgy nem a... Valamelyik hajazott az eredetire, de ezt nem ismerik. Régen ennek már tracklistjét fejből fújtam. No. Aztán ilyenkor jó, ha nem figyelünk, vagy bénázunk, és akkor mire kész a sín, addigra megvonják a támogatást, és akkor mehetünk panaszra a jó Istenhez. De reméljük most nem ez lesz. Oké, hoppá, ki van egy darab. Szuper. No, itt vagyunk, kész van a sínünk, még a izékkel. A Harry Potter féle kívül kisebb, belül nagyobb cím. Igen, és akkor mit viszünk? Vasért, tehát igaz? Jó, akkor lejön a chain. Na, ezer lóerő elviszi, hát nem szorozunk 110-re. Azt megvettük a legjobb azért. Legülesebb helyre, oké. Meg akkor vasért. Faszállító, felhívom a figyelmet, de nekünk most vasért szállító kell. Hoppá, nincsen lóvé. Miért csinálunk? Hol volt a pénzügyi asszisztens? Adjál, vagy 40 ezeret, gyerek. Oké, dír. Úgy látom, 4 elég lesz meg. Nem tudom, hogy termel, nem írja itt a kapacitást. Múlt havi termelés 60 tonna. Igen, ez mennyit visz? 30, hát akkor elég lesz ennyi is. Oké, és akkor innen menjél ide. Oké, adjad neki. Van már valami, nincs is, de ezt nem értem, hogy... A régiben úgy volt, hogy ha megépítetted, az már kezd oda gyűjteni az ércet, azt még megcsinálta a sínt, addigra már az első forduló is volt anyag. És megint az lesz biztos, hogy bemegy. És most már termeltet. Hát jó. Hát megfordítjuk akkor ezt is. Nincs. Igen, fordulj már meg. Sivett. 14 tonna. Mennyi az idő? Április 8, jó. Na, csak oda érünk novemberig. Azért nincs olyan messze ez, hogy hónapokon átmenjünk. Nagyon jó. És most 4 tonna maradt bennél? Azért. Adjad neki, nyomj neki. Elvileg itt meg lehet nézni a vonatokat, igen. Na hát ez aztán rohadt jó. Ez mi? Ja, ez a mostani, igen. Na most már akkor ez is beindult utasos téma. 3000 eurót termelt tavaly. Egy eddig 2000, ez 12, most már 20-at, de megint igaz semmi a búzás. Na, nem termel ez a farm semmit. De mondjuk amúgy is életszerű, nem azért. Nagyon szuper, megérkeztünk. Lakosság ünnepel. Buliban mennyit kapunk? 5000 euró. Hoppá, de jó. Már szóval már hagyjuk, már augusztus mindjárt van. Most azt nem értem. Aha, igen, amikor kész lettünk, igen, onnantól egy évig van ugye a támogatásra. Utána majd hát ugye lehetne ez komolyan sem, most nagyon odafigyelni, akkor jó termel, nem jó termel. Akkor megszüntetni a vonalat, hogyha nem jó, meg stb. De hát én általában igen úgy játszhat, hogy megcsináltam, aztán a Hagymász Kájnak az kész. Nem érdekelt, hogyha megvonta a támogatást. Jó, tehát ez volt az Open TTD. Aki nem játszott a régivel, az szerintem mindenképpen próbálja ki, aki pedig játszott vele, az meg azért, hogyha szerette.
arra felhívom azért a figyelmet, hogy nagyon durván be tudja az ember cippantani a játék, úgyhogy csak saját felelősségre, mert heteket lehet elcseszni előtte. Egyébként, hogyha az idő telik, be lehet állítani, mikor kezdődjön, de ugye kés, vagy a 2000-es évek elején, nem is tudom már pontosan, mert 10-15 éve játszottam ezzel, hoppá, lerobbant a vonatunk. Szóval aztán már ugye jönnek a egysínes, meg a mágnes vasút is lesz, azt hiszem, tehát az elég komolyak vannak, mert persze ugye nem csak vonattal lehet operálni, hanem ugye itt vannak. Ugye a közúti járművekkel, hajókkal is és repülőkkel is lehet matekolni. Hát én legtöbbször a vonattal nyomtam, de hát kinek mi tetszik. Úgyhogy szerintem mindenképpen próbáljátok ki, ha tetszett, iratkozzatok fel, illetve lájkoljátok, osszátok meg, hogy több emberhez is eljusson. Sziasztok!